Egy kenderesi lakos személygépkocsival közlekedett Kisújszállás belterületén. A sofőr nem észlelte, hogy a haladás iránya szerinti jobb oldalról a kijelölt gyalogos átkelő helyen szabályosan megkezdte az áthaladást egy 17 éves középiskolás, akit járművével elütött. A baleset következtében a fiatal az igazságügyi orvos szakértő véleménye szerint 8 napon túlgyógyuló sérülést szenvedett. A nyomozók a 42 éves nőt közúti baleset gondatlan okozása vétség elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A műszaki szakértő véleménye szerint a személygépkocsi vezetője az egyébként jól belátható útszakaszon a 17 éves lányt 50-55 km/órás sebességgel sodorta el. A karcagi rendőrkapitányság munkatársai a nyomozást befejezték, és vádemelési javaslattal küldték meg az eljárás iratait az illetékes ügyészségnek.